Assisi Szent Ferenc ünnepe van. Olyan gyönyörű ez az őszi világ, megszínesednek a fák, elcsöndesül egy kicsit a zajos környezetünk, s talán egy kicsit érzékenyebb a lelkünk a Jóisten teremtett világa iránt. Az elmúlt napokban a teremtésnek a hetét ünnepeltük, és megköszöntük a Jóistennek mindazt, amit adott nekünk. Assisi Szent Ferenc segítségünkre siet. A napfivér, holdnővér, dalosa, aki észrevette azt a sok csodát, amit a Jóisten ide készített nekünk. De éppen az ő személyén keresztül értjük meg azt, hogy csak azt tudja igazán észrevenni a Jóisten ajándékait, a naponta megismétlődő személyes csodákat, aki meg tud szabadulni az anyagiasság terhétől, rabságától. Szent Ferenc a szegény Krisztust követte. A szegény Krisztust, aki Betlehemben megszületett, és aki a kereszten mindent odaadott értünk. Szent Ferenc megértette, hogy így jön közénk a Teremtő Isten a betlehemi nyomorúságban, és végül pedig mindentől kifosztottan, megalázva a kereszten meghal értünk. A stigmatizált Szent Ferencre is gondolunk, aki átérezte Jézus fájdalmait, szenvedéseit, sebeit, és aki éppen ezzel a nagy-nagy szeretettel fordul Jézus felé. És üzen a mának, a mai világunknak, és jelzi azt, hogy csak akkor fogjuk mi is megtalálni az Úristen békéjét, örömét, ha megszabadulunk mi is az önzésünknek, az előítéleteinknek, és sajnos a háborúskodásnak a fájdalmától, szörnyű rabságától. Assisi Szent Ferenc nem csak észrevette a teremtett világot és dicséretet mondott a Teremtő Istennek, nem csak fölismerte Jézus személyében a minket szerető Istent, aki szerényen, szegényen, alázatosan jön közénk, hanem felismerte benne a békeszerzőt, a békefejedelmét. Assisi Szent Ferenc öröksége ma is a kiengesztelődés, a megbékélés. Idén lesz 35 éve annak, hogy Assisiben Szent II. János Pál pápa összehívta a béke találkozót a világ vallási vezetőivel. 35 éve már. És ma újra az ő ünnepe, felhívás nekünk, hogy mi is Jézust kövessük. A szegény, értünk az életét odaáldozó Krisztust, aki a kiengesztelődés és a béke útját jelöli meg nekünk. Kérjük Assisi Szent Ferencet, segítsen, adjon bátorítást, adjon bátorságot, hogy merjünk mi is Krisztus követői lenni.